Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Ítélet. Másodfokon is elítélte a bíróság a Látványpince építés vezetőjét. Életveszély. 10-ből 4 sofőr rendszeresen használ kézben tartott telefont, miközben vezet. Tolna Duna part. Újra élett a tolnaiak kedvenc pihenőhelye. Bölcsödék napja Szekszárdon. Egyre több szülő él a város szolgáltatásával. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 6 évvel ezelőtt összedőlt egy látványpince Kaposvár Hajmás környékén, és maga alá temette az egyik segédmunkást, aki ettől megrokkant. Egy másik dolgozó pedig súlyosan megsérült a leomlás során. A tragédia azért következett be, mert az építésvezető hibázott, akit ezért a bíróság 1 év próbaidőre felfüggesztett, 6 hónap fogházra ítélt. Az építés műszaki vezetőjét pedig felmentette. A szekszárdi törvényszék most hozott másodfokú ítéletet az ügyben. Maga a boltozó az nyomta oldalirányba a gurtnyi mozdult, a boltozó lejjebb ment, és ez a folyamat folytatódott abban, hogy a boltozó kidőlt, és a gurtnyi kidőlt, és a boltozó beesett. 6 évvel ezelőtt összedőlt egy látványpince Kaposvár Hajmás környékén, és maga alá temette az egyik segédmunkást, aki ettől megrokkant, egy másik dolgozó pedig súlyosan megsérült a leomlás során. A 2 évvel ezelőtti tárgyaláson arról beszéltek a statikusok, hogy az élménypince kupolájának építésekor minden sortéglát ki kellett volna úgymond dúcolnia az építésvezetőnek, ezt azonban nem tette meg, továbbá nem vette figyelembe a boltozat felrakásos technológia során a hideg csapadékos időjárás következményeit, melyek a habarcskötési idejét lelassították, ezért történt a tragédia. A szekszárdi törvényszék most hozott másodfokon ítéletet az ügyben, amiben az építésvezetőt és a műszaki vezetőt vonták felelősségre a történtekért. A bíróság lényegében helyben hagyta az elsőfokú ítéletet. A szekszárdi járásbíróság az elsőrendű vádlottat foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, melynek próbaidejét 1 évre felfüggesztette. A járásbíróság a másodrendű vádlottat felmentette az ellene foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetésének vágy alól. A bíróság a büntetlen előéletű pincéépítésben nagy szakmai tapasztalattal bíró elsődrendű vádlottnál a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként értékelte, hogy 2 dolgozó súlyos egészségromlást eredményező sérülést szenvedett, míg enyhítő körülményként vette figyelembe a büntetlen előéletét, egy kiskorú gyermek eltartását, személyi körülményeit és a vádlottnál fel nem róható jelentős időmúlást a bizonyítás elhúzódása miatt. A bírósága a másodrendű vádlottat pedig azért mentette fel, mert nála nem volt megállapítható a szakmai szabályok megszegése. Továbbá a szakértők szerint az általa javasolt technológia alkalmas lett volna a pince felépítésére. Az ítélet jogerős. 10-ből 4 sofőr rendszeresen használja kézben tartva a mobiltelefonját vezetés közben. Ezt ők maguk ismerték be az egyik biztosítótársaság felmérése során. Élőben közvetítette a Facebookra a sofőr, hogy az úton haladt 8 utasával a kisbuszában még tavaly májusban. Nem egészen 1 perccel később mind a 9-en halottak voltak, egy teherautóval ütköztek frontálisan. Az egész országot megrázó baleset azon kevés tragédiák közé tartozott, amikről egyértelműen bizonyítható volt, hogy a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon okozta. Egy ütközéskor ugyanis a telefon kirepül a sofőr kezéből. Ettől függetlenül a telefonálásoknak még akkor is súlyos következményei lehetnek, ha nem történik baleset. Aki a menet közben mobiltelefont a kezében tart, és ezt a rendőrök észlelik, akkor helyszíni bírságba sújthatják, és ezen felül még akár előéleti pontot is kaphat a vezetői engedélyhez az a személy, aki ezt teszi.
Az egyik biztosító társasága náluk kötelező biztosítással rendelkező ügyfeleit kérdezte arról, milyen gyakran telefonálnak vagy interneteznek vezetés közben. Az önbevallásos eredmények ijesztőek lettek. A sofőrök 40%-a rendszeresen használ okostelefont vezetés közben, sőt a 19 és 39 év közöttiek leginkább internetezésre, ehhez pedig a tekintetüket is folyamatosan le kell venniük az útról. Nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy a rendőrség az ilyen jellegű jogsértéseket szankcióval sújtja, hanem az, hogy amikor valaki a kezében mobiltelefonával közlekedik, vagy esetleg közösségi oldalon tartalmakat oszt meg, vagy a legdurvább esetben élőben live-olja azt, hogy ő éppen hogyan közlekedik és milyen szabálysértéseket követel az utakon, azzal nem csak a saját testi épségét, hanem másokét, illetve a vagyonbiztonságot is veszélyezteti. Éppen ezért indít hamarosan kampányt az Országos Rendőrfőkapitányság, hogy minél kevesebben használjanak kézben tartott telefont vezetés közben. A tervek szerint humoristák által készített rövid videókkal hívják majd fel a figyelmet ennek a veszélyeire. Péntektől többet kell fizetnie a töltőállomásokon annak, aki gázolajjal tankol. A MOL 2 forinttal 407 forintra emeli az üzemanyagfajta literenkénti árát. A benzinárában nem lesz változás. Az üzemanyagok átlagárai legutóbb múlt hét szerdán változtak, akkor a benzin 5 forinttal, míg a gázolaj 4 forinttal lett drágább. Szinte teljesen megújult a Tolnai Dunapart. A város évek óta tervezte a terület megújítását, mely egyszerre szolgálhatja a turizmus céljait és a tolnaiak mindennapi pihenését. A tervek szerint hamarosan a víz minőségének javítása is kezdetét veszi. Ez egy kiemelt projekt volt, minden számos projekt között egy kiemelt fontosságú projekt volt, és azt gondolom, hogy a végeredmény is remekül sikerült. Tolna polgármestere Apper Szofer Ágnes értékelte azt a munkát, mely a Dunapart rekonstrukcióját célozta. A partszakasz egyszerre szolgálja a tornaiak pihenését és a város turisztikai terveit is, hiszen már most is számos környékbeni gyerekcsoport és család vette birtokba a megújult Dunapartot. Ez most egy önálló projekt, ez a területi operatív programnak a Zöldváros projektjében nyertünk erre 240 millió forint támogatást, és most ezt valósítottuk meg. Egyébként tervezzük azt is, hogy egy másik projektből egy kicsit tovább építjük. Most ugye gyakorlatilag a vízi színpadig, vagy egy picit vízi színpad mögé nyúlik ez a projekt, de szeretnénk, hogyha a stentelep is egy kicsit megújulna, és nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a vízzel valamit kezdeni tudjunk. A hínárosodás megszüntetése érdekében rövidesen egy hínárvágó berendezést vásárol az önkormányzat 1,5 millió forint értékben, mely hosszú távon rendezi majd a víz minőségének javítását, ami kedvez a horgászoknak és a vízisportok kedvelőinek. A Perszofer Ágnes azt mondta, olyan projektek megvalósítását tartották szem előtt, melyek vagy energetikai korszerűsítést eredményeztek a városban, vagy teret adtak a közösségi rendezvények lebonyolítására. Megítélése szerint a játszótér és a további fejlesztések a civil szervezetek programjainak majd kiemelt rendezvénytere lehet a jövőben. Én azt gondolom, hogy a mai világban egy kicsit kellenek olyan helyek, ahol megállunk, leülünk, lepihenünk. Itt a Dunaparton egyébként ilyen kis tűzrakó hely is van, és akár bográcsozhatnak egyet, szaronnát süthetnek. Tehát fontos az, hogy egy kicsit az emberek magukra figyeljenek, a családjukra, a barátaikra, és én azt gondolom, hogy ez egy remek lehetőség erre. Április 21-e a Bölcsődék napja Magyarországon, melyhez kapcsolódóan országszerte rendeznek eseményeket. Szekszárdon idén ezt a városi bölcsöde megépülésének 40 éves jubileumával egybekötve egy szakmai nap keretében tartották. A Bölcsödék napját és a Városi Bölcsöde fennállásának 40. évfordulóját ünnepelték Szekszárdon. Április 21-e a Bölcsödék napja Magyarországon, ehhez kapcsolódó rendezett szakmai napot és jubileumi ünnepséget a Szekszárdi Városi Bölcsöde, a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karon. A megyeszékhely jelenlegi két közbölcsödéje, a Városi Bölcsöde és a Kadarka utcai óvodában kialakított mini bölcsöde összesen mintegy 150 férőhelyet tudja kielégíteni a bölcsödei szolgáltatások iránt érdeklődő szülők igényeit, mondta el köszöntőjében Ács Rezső polgármester. Érdekes volt, hogy ott az újvárosi részen azt tapasztalták az óvodában dolgozók, hogy egyre több fiatal érdeklődik a bölcsöde, mint szolgáltatás iránt, ez pedig azt jelenti, hogy többen költöznek be fiatalok Szekszárdra, és reméljük azt is jelenti, hogy
több gyerek fog itt Szekszárdon is születni, és egyre inkább majd bővíteni kell ezeknek a férőjeknek a számát. A szakmai napon a térség kisgyermeknevelői, már nyugdíjba vonult korábbi munkatársai és egyetemi hallgatók is részt vettek, hogy előadásokat hallhassanak például a szakma specifikumairól is, mint a Párbeszéd ezzel a korosztállyal. Ezek a gyermekek, ugye mindenki más fejlettségi fokon van, a kommunikációjuk az gyakorlatilag itt alakul ki, és tényleg a metakommunikáció, a gyerekeknek a megfigyelése, megismerése az, ami által tudunk válaszolni az ő kifejezésükre, kérésükre. A programhoz tartozott egy az intézmény eredetét és elmúlt 40 évét bemutató kiállítás is. Kiírta a Szekszárd Humán Bizottsága a civil szervezetek támogatásáról szóló idei pályázatokat. A támogatási mérték megegyezik a tavalyival, mondta Csillagné Szántópolik Széna elnök. Ennek megfelelően a civil keretre, azaz a működés támogatására 6 millió forintot, a kulturális keretre, amely programok finanszírozását segíti, 1,1 millió forintot különített el a bizottság. A tavalyi esztendőben a családok éve alkalmával elsősorban a családi programok finanszírozását segítették a pénzalapokkal, idén pedig a közösség formálása cél, tette hozzá a bizottság elnöke. Mindenképpen olyan programok, amelynek valamilyen pozitív hozadéka van, tehát nem feltétlen egy egyesület szórakozását célozza meg, hanem van valami ezen túlmutató dolog, ami a közösség építésre vonatkozik, illetve részt vesz a város közösségi kulturális életében. Hova megy el a város pénze címmel tartott sajtótájékoztató Trácz Zoltán, szekszárdi MSZP-s önkormányzati képviselő. A politikus azt állítja, hogy Szekszárd 121 kilométernyi útját újra lehetne aszfaltozni abból a 7,3 milliárd forintból, amit erre a célra kapott a város két év alatt az államtól. Ám szerinte tavaly mindössze 2 kilométernyi belterületi és 6 kilométernyi külterületi utat sikerült felújítani. Az ellenzéki politikus azt is kétségbe vonja, hogy a polgármesteri hivatal energetikai felújítása ténylegesen 600 millió forintba került volna. Noha Szekszárd 7,3 milliárd forintot kap az államtól útfelújításra, fejlesztések nyomát alig látni. Ezt állítja Rácz Zoltán, az MSZP helyi képviselője. Az ellenzéki politikus sajtótájékoztatóján kifejtette, tavaly az erre a célra kapott 3,3 milliárd forintból mindössze 2 kilométernyi belterületi és 6 kilométernyi külterületi utat sikerült felújítani. Idén pedig 4 milliárd forintból egy körforgalmat, egy vasúti átjárót, bicikliutat és 2,2 kilométernyi utat építenek, ami szerinte elenyésző az összeghez képest. Tehát gyakorlatilag Szekszárd város ebből az irgalmatlan mennyiségű pénzből alig-alig talál valamilyen látható nyomot. Hol van a pénz? Hol van a többi pénz? Az ellenzéki politikus szerint az is kétséges, hogy a szekszárdi polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése 600 millió forintba került volna. Szerinte egyedülálló ez a fejlesztés abból a szempontból, hogy a költsége 100 év alatt térül meg. Az a véleményem, hogy az ilyen beruházások nem hogy a város segítik, hanem kifejezetten csak azt a célt szolgálják, hogy ebből nagy mennyiségű pénz kikerüljön a város valós történéseiből, és másokat gazdagítson, ne a szekszárdi várost. 20 milliárd forintból gazdálkodik idén Szekszárd város önkormányzata. Az MSZP helyi képviselője azonban kétségbe vonja, hogy ez az összeg ténylegesen fejlesztésekre menne el. Kővári László, a Szekszárdi Önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának elnöke Rácz Zoltán állítására reagálva azt írta, hogy amennyiben az MSZP helyi képviselőjé múlna, akkor egyetlen fejlesztés sem valósulna meg Szekszárdon. Ahogyan érdemi javaslat nélkül a költségvetést sem, úgy a 2019. évi városi fejlesztéseket sem támogatta. A szocialista képviselő fenti mondatai tele vannak tárgyi tévedéssel és kibogozhatatlan állításokkal. Nem tudott bennmaradni a férfi NB1B kiemelt elitosztályában, az úgynevezett piros csoportban a Bonyhádi kosárlabda csapat. A napokban lejátszott osztályozó mérkőzéseken az összesítésben két meccset idegenben elvesztett, és csak egyet nyert meg otthon a Miskolc ellen a vőségi együttes.
Mint utólag kiderült, hiába kapta magát össze a Bonyhádi KSE a rájátszásban a biztos bennmaradás kiharcolásáért lejátszott második meccsen hazai környezetben a MEAFC Miskolc ellen, és nyerni tudtak 86-78-ra a PUP Bencék. Ez még csak szükséges, de nem elégséges feltétele volt az NB1B elit csoportjában való folytatásra, a harmadik mondhatni sorsdöntő mérkőzést ugyanis a pályaelőnnyel bíró miskolci egyetemisták otthonába játszották. Itt az amerikai játékossal is felálló hazai borsodiak érvényesítették abszolút a papírformát. Az, hogy ebből a kirándulásból 43 pontos, 112-69 oda vereség lett, jól jelzi, hogy a völgységi alakulat képtelen hosszabb, rövidebb távon arra a teljesítményre, amit az egész bajnokságban a mindössze 3 győztes meccsen produkált. Objektív okok miatti zuhanó repülésben volt tehát a Bonyhádi KSK, amit az egész idényben elszenvedett 2 tucatnyi vereség is jelez. Vagyis ennyire fiatal, rutintalan csapattal, ilyen kevés edzéssel, ami már-már az amatőr világot idézte, nem ütötték meg az időközben megerősödött NB1B elit csoport támasztotta a követelményeket a Bonyhádiak, amely bajnokságban, érdekesség kedvéért említjük, nettó 500 000 kereső profik is szép számmal előfordulnak. A második vonal fakójában, az NB1B úgynevezett zöld csoportjában indulhat az új szezonban a Bonyhád KSK. Regionális híreink következnek. Jó időben futott ki az első személyhajó. Elindult a 173. hajózási szezon a Balatonon. Őrzik a bói sportember emlékét. Névadó ünnepség a fedett pályás létesítményben. Multidézés Szennán. Hagyományos locsolkodással is várták az érdeklődőket a skanzenban. A hagyományokhoz híven idén is Nagyszombaton indult el a hajózási szezon a Balatonnál. A téli felújítási munkákkal időben elkészült a társaság, így üzembiztosan indulhattak el a járatok. A Szent Miklós személyhajó fedélzetén a déli parti küldöttséggel futott ki a siófoki kikötőből. Hajósok és vendégek egyaránt várták már ezt a napot. Tavasz van, végre jó idő van, összességében pezsgés van, és azt gondolom, hogy ilyenkor már a hajósaink is vágynak arra, hogy újra a fedélzeten legyenek, és hát természetesen mi is nagyon várjuk a hajózási szezont. A társaság a téli hónapokban teljesen felújította a flottát. Idén összesen mintegy 290 millió forint jut felújításra és korszerűsítésre. A személyhajók május végéig a tavaszi menetrend szerint közlekednek. Most volt szerencsénk nekünk is pont itt lenni, mi Budapesten élünk, én zamári származású vagyok, és most eljöttünk hajózni egyet a gyerekekkel. Az északi oldalon Balatonfüreden az első hajót és utasait fúvós zenekar köszöntötte. Az első hajó fogadására rendezett ünnepségen Balatonfüred polgármestere kiemelte. Minden évben sokan várják már az első hajó megérkezését a város kikötőjébe. Ez az egyik legszebb ünnepe a balatoni hajózásnak. A balatoni hajósokat kell köszönteni, akik áthozták Siófokról az első hajót. Elindul a hajózási szezon, és talán egy kicsit a turisztikai szezon is. A tervek szerint a menetrend szerinti személyhajózás a tavalyi évhez képest egy héttel tovább, szeptember 6-áig tart majd a Balatonon. Lekerítették a Tettyén a Szatmári Palotarom délnyugati részét, ugyanis a műemlék süllyedése miatt itt munkálatok kezdődnek. Az önkormányzat 5 millió forintból erősíti meg a fal alapját, a tervek szerint júniusban végeznének ezzel. Legutóbb 2010-ben a délnyugati oldalon kellett a falakat megerősíteni, hogy ne dőljenek le. Most az alapokat fogják betontámaszokkal megerősíteni a másik oldalon. A Tettyei Palotarom délkeleti sarok épületi részénél van egy megerősítési munka jelenleg. Ennek 5 millió forint a bekerülési költség, és várhatóan a nyárra fog elkészülni. A beruházás lényege, hogy a délkeleti sarok alatti altalaj stabilizálásra kerül 2 darab támborda és egy támfal segítségével, ezt követően pedig a megrepett falszakasznak a helyreállítása fog történni.
Névadó ünnepséget tartottak Bolyban. A település fedett sporterét Abai Ferencről nevezték el. A névadó a bolyi sportélet megkerülhetetlen alakja volt. Az ő sportszervezői tanári munkássága előtt tisztelegnek az utódok a névadással. A fedett csarnok egyébként rendkívül népszerű. A délelőtti iskolai órák után edzéseket, majd szabadidős sportprogramokat tartanak itt egészen késő estig. Abai Ferenc sportcsarnok hivatalosan is nevet kapott Bolyi fedett sporttere. Az egykori sportszervezőről, tanárról elnevezett csarnoknál özvegye jelenlétében szombaton tartottak ünnepséget. Helyiek tervezték, építették a létesítményt, mondja a polgármester. A legegyszerűbb megoldásokat kerestük, hisz azért jól tudjuk, hogy egy 1200 négyzetméter körüli csarnok sok-sok millió forintba kerül. A támogatási összeg nem volt túl jelentős, 50 millióval indultuk, az pont a vászszerkezetre volt elég, és talán még lealapoztuk. Hát aztán kellett hozzátenni, hogy azért csak becsukjuk, és akkor csak elkészüljön. Persze még volt egy kész plusz segítség is, de hát körülbelül 50-50% volt a támogatás, 50%, amit az önkormányzatnak mellé kellett tenni. Így épült meg a csarnok, amiben a helyi iskolások, sportolók, a szabadidejükben sportolni vágyó közösségek találtak otthonra. Este 9-ig, fél 10-ig. Itt a futcától kezdve a felnőtt labdarúgás, az amatőr sporttól kezdve teniszig, mert nagyon jó a teniszre is, tehát az állaga, a talaja ilyen szempontból nagyon jó, nem túl gyors, és azt tudom, hogy a bolyi sport egyesen belül szinte minden szakosztály tudja hasznosítani ezt a teret. A sportegyesület tudott pályázni a csarnok megépítésére. Ehhez csatlakozott az önkormányzat, hiszen az 50 milliós támogatáshoz mintegy 30 milliót kellett még a beruházás befejezéséhez hozzátenni. A csarnokot termálvízzel fűtik a padlón keresztül. Napelemek termelik az áramot, így az üzemeltetés költségei alacsonyan tartatók az 1200 négyzetméteres épületben. Színes programok várták az érdeklődőket a Szennai Skanzenben húsvétkor. Volt hagyományos locsolkodás, kézműves gyerekprogram és a szagos víz készítését is megtanulhatták a múzeum ünnepi programján. Zenével várták a vendégeket a portákon a Szennai Skanzenban. Idén is több százan látogattak ki a tradicionális húsvéti programra, amelyből nem hiányozhatott a locsolkodás. Erdőszélen kicsit anya, meglocsollak büdös anya. A kislányok futva menekültek a locsolkodók elől, voltak viszont, akik nem tudtak elszaladni a fiúk és a teli vödrök elől. A locsolásnak minden portán hímes tojás lett a jutalma. Igazából az egész ország szerte ez ugye jellemző volt, hogy húsvét hétfőn a lányok várták piros tojással a legényeket, és ugye a tavasz, a megújulás, az éltető víz, az a lányokat is üdévé, frissé, egészségessé varázsolta, és mindenki el is várta, hogy meg is locsolják. És azért általában hiába volt hideg a víz, nem volt olyan, hogy megfázott egy lány emiatt. Úgyhogy ezt mi is felelevenítettük. Nagyon tetszett, még nem láttunk ilyen népi locsolkodást, és akkor azért jöttünk el, hogy megnézzük, de nagyon tetszett. Itt a rózsaszírmot leáztattam szombat reggel, szombat délután este fele fölraktam, és éppen csak föl, nem forrt, csak gyöngyözésig felmelegítettem, és akkor az gyönyörűen vasárnap reggelre visszahűlt, és akkor szűrtem le, és már is lehet locsolni vele, és nagyon szépen megtartja az illatát. Nem csak vödörvízzel, hanem szagos vízzel is locsolták hajdanán a lányokat, asszonyokat. A Szennai Skanzen húsvéti programján rózsaszíromból, levendulából és rozmarinból is készült locsolóvíz, amelyeket meg is illatozhattak a látogatók. Május 4-én a Csányi Pincészet kertjébe is beköltözik Villány legnagyobb tavaszi programsorozata, a borzsongás. A pincészet egész területén kincskereséssel, pincelátogatással, stand-up comedyvel és koncerttel várják az érdeklődőket. Ezeken kívül bárkiből várhat borász erre a napra, hiszen saját, egyedi címkével ellátott küvét házasíthatnak a vendégek. A kertben tereki borokat, koktélokat, valamint hamburgereket és hotdogot fogyaszthatnak az odalátogatók.
Május 4-én várjuk ide a vendégeket, akik villányba látogatnak, és reméljük, hogy minél többen a pincészethez is eljönnek. Lesz stand-up comedy is, Dombovár István, illetve Dallos Bogi lesz a fő koncert, úgyhogy reméljük, hogy egyre több ember fog, még a tavalyinál is több fog ellátogatni hozzánk. És ha éppen nem koncert vagy a stand-upost hallgatják, akkor lehetőség van arra, hogy a pincét meglátogassák, ami azért is érdekes, mert ez villány leghosszabb pincéje, különleges, zegzugos és érdemes végsétálni. És mindezen kívül, miután végsétáltak a pincén, lehet bort kóstolni, illetve készített mindenki magának egy úgynevezett zsongás küvét több borból, és tulajdonképpen saját címkével hazaviheti. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Ítélet. Másodfokon is elítélte a bíróság a látványpince építés vezetőjét. Életveszély. 10-ből 4 sofőr rendszeresen használ kézben tartott telefont, miközben vezet. Tolna Duna part. Újra élett a tolnaiak kedvenc pihenőhelye. Bölcsödék napja Szekszárdon. Egyre több szülő él a város szolgáltatásával. Tolna megyében csütörtökön nyáriasan meleg idő várható, napsütéssel és fátyolfelhőkkel. Csak kis eséllyel elvétve alakulhat ki egy-egy záporeső, esetleg zivatar. Élénk, északnyugaton erős déli szél fúj. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Viszontlátásra!